csillagok, oltsátok ki fényeteket. Ne lássátok sötét sóvárgó szívemet, borítson homály, hadd tegye kezem, amit ha meg van fél látni a szem! Ez volt Macbeth egyik első pillanata, amikor kételkedett saját döntésében és megingott cselekvési vágyában. Shakespeare legrövidebb, de egyik legtalányosabb művét Horváth Illés rendezte a Móri Zsigmond Színház kamara színpadára. A skót darabban, amelynek egy régi színházi babona szerint a címét sem lehet kiejteni, Nagy Idei Gergő alakítja a főszerepet. Nagyon nagy felelősség ez. Nem sok mindenki mondhatja el magáról, hogy Macbethet játszik. És hát azért a történetnek a súlyosságát tekintve igen, elkezdett teher lenni. Sokszor gondoltam rá, hogy mennyivel jobb lett volna, hogyha nem ér el ez a dolog, de hát azért mégiscsak egy színházi előadásról van szó. Mindazok mellett, hogy megvan ez a Macbeth népnek a bűvköre, ami tragédiákba és mindenféle kis balesetekbe sodorja a próba folyamatot, amiből nekünk is kijárt. Szokatlan módon. Tehát, hogy az átlagon felüli volt a kis balesetek száma. A főszereplő elmondása szerint olyan ez számára, mintha folyamatosan egy fordított imát kellene mondania. A hatásos politikai krimi és pszichotriller teljes kelléktárát felvonultató dráma erkölcsi választásainkról, a bennünk élő szenvedélyek és morális tudatunk közti harcról, gyenge ellenállási kísérleteinkről és sorozatos elbukásainkról szól. Hát ez egy mindenkit megérintő történet. De Illésnek a rendezésében azt hiszem, hogy ez egy kicsit könnyebben át fog menni, és talán Illés megsegítette a rendezését azzal, hogy ilyen környezetbe helyezte, hogy egy kicsit könnyebben elfogadható legyen. Hát ugye ezt már mondtam is valahol, hogy mostanában ugye annyi horrort és sötét történetet néznek, dárkot néznek a srácok, hogy ez egy teljesen befogadható előadás lesz. Azzal az élménnyel, mint hogyha a gyerekek esetleg egy moziban ülnének, vagy a tévé előtt néznének egy történetet, és szerintem minden sikerült hozzátennünk, hogy ez át is menjen rendesen. A bemutató október 19-én pénteken látható a Krúdi kamarában 19:30-től.